Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. És ahogy ígértem, a kabinet főnökök világáról fogunk egy picit beszélni. Köszöntöm itt a vonalban Lánci Tamást, politológust, politikai tanácsadót. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Szeretnénk egy kicsit emberközelibbé tenni ezt a szakmát, mármint a kabinet főnökséget, mert a hétköznapi emberek hajlamosak arra, hogy a politikát, illetve az olyan dolgokat, amiket nem annyira ismernek, nincs annyira közel hozzájuk, egy picit misztifikálják. Hogyan lehetne ezt közelebb hozni? Mit csinál egy kabinet főnök? Nagyon nehéz erre válaszolni, azért is, mert tulajdonképpen a kabinetfőnök csinálja mindazt, amit eltervez, csinálja mindazt, amit a körülmények diktálnak, illetve amivel a főnöke, aki jellemzően egy politikus, megbízza őt. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a legatipikusabb szakma, nincs két egyforma nap, tulajdonképpen pont az a lényege, hogy minden nap új és új kihívásokkal kell megküzdeni a lehető legkülönfélébb területeken, mi azt igényli, hogy aki kabinetfőnöknek megy, annak hát egyfelől nagyon rugalmasnak kell lennie, mind az időkezelést, mind a gondolkodásmódját tekintve, és arra kell törekednie, hogy a lehető legrövidebb idő alatt oldjon meg nagyon szokatlan problémákat. Tudom, hogy ez most egy kicsit általánosan hangzik, de nehéz ennél jobban definiálni. És hát nyilván sok függ attól is, tehát a politikus személyiségétől, a területtől, amin dolgozik, magának a kabinetfőnöknek a személyiségétől. Úgyhogy hát egy első megközelítésben ezt lehet mondani a kabinetfőnökről, de talán a következő kérdések egy kicsit oszlatják majd a homályt. Igen, akkor lehet, hogy vissza is lépek egy lépést, hogy pontosan a kabinet szó alatt mit értsünk, és akkor hát, ha kicsit közelebb kerülünk annak, hogy ennek a vezetője mivel foglalkozik. A kabinet az megint csak egy olyan dolog, amiről nehéz beszélni, mert általában itt arról van szó, hogy van egy vezető, hát legtöbbször politikus, akinek miniszterelnök, miniszter, esetleg egy fontosabb beosztásban dolgozó államtitkár, vagy valamilyen nagy állami szervezetnek a vezetője, akinek vannak szokásos hivatali dolgai, mondjuk úgy, hogy a hivatali ügymeletből fakadó kötelezettségei. De van egy csomó olyan dolog, ami ebbe nem illeszthető be. Tehát amire azt lehet mondani, hogy ezt olyan kérdések, amire jogszabályok, a kialakult szokásjog az nem ad igazából eligazítást. Viszont meg kell oldani, méghozzá gyorsan. És erre ezek a vezetők fenntartanak egy szakmai stábot, amiben tulajdonképpen sokféle specialista dolgozik, vannak benne jogászok, politológusok, legkülönfélebb sajtósok, tehát a legkülönfélébb területekhez értő emberek, akik szorosan együttműködnek, ők az ő munkájukat koordinálja, vezeti a kabinetfőnök, és az ő feladatuk, hogy egy problémára megadják a gyors választ. Aztán vannak mondjuk úgy, hogy olyan hagyományos feladatok, amik a kabinetfőnök és a kabinetjének a feladat körébe tartoznak, amelyek mondjuk azért viszonylag rutinszerűen ismétlődnek, de nem illeszthetők be egyetlen olyan mondjuk úgy, hogy egyetlen olyan szakmai stábhoz sem ezek a feladatok. Na most ezek ugye ott kötnek ki a kabinetben, tipikusan ilyenek mondjuk interjúknak az előkészítése, beszédeknek az előkészítése. Ugye ezeken is általában többféle tudással rendelkező ember dolgozik, alapvetően inkább politikai tudással rendelkező ember, ezeket rendszeresen mondjuk, hogy ők készítik el, vagy ők felügyelik, ők koordinálják. Olvastam egy olyan meghatározást, miszerint a kabinetfőnöknek olykor talán nyilván ez túlzás, de nagyobb hatalma van, vagy fontosabb személy, mint maga a politikus, hiszen ő rajta keresztül folynak át az ügyek, az üzenetek a politikus felé, és amit ő kiszelektál, hogy az nem ügy, az nem fontos, az el sem jut odáig. Ezt mennyire tartja helytállónak ezt a fajta meghatározást?
Jellemző, és ez egy jó megközelítés. Valóban a kabinetfőnököknek van egy úgynevezett kapuőrző feladata. Nem feltétlenül, és nem mindig. Nem mindenki szervezi így az életét, valaki a kabinetjét nem erre tartja, de sokszor el lehet mondani a kabinetfőnökről, hogy valóban egyfajta kapuőr szerepet tölt be, hozzáfutnak be a legkülönfélebb kérések, ügyek, és ő az, aki ezeket rangsorolja, értelmezi, átfogalmazza, különböző látszólag eltérő ügyeket összevon, és együtt tesz le a politikus asztalára. És ez valóban ez egy olyan fontos előkészítő munka, ami sokszor eldönti, hogy mi lesz az adott ügynek a kimenetele. Egyáltalán, hogy eljut-e a miniszterhez, vagy az államtitkárhoz, mondjuk úgy, hogy a döntéshozóhoz, vagy sem. És hogyha igen, akkor milyen formában, milyen döntési alternatívákat tesz le a vezető elé a kabinetfőnök. Ez valóban meg fogja határozni annak az ügynek a kimenetelét. Egyébként, ha valakit ez érdekel, akkor szerintem érdemes megnézni. Van egy nagyon kiváló 80-as években készült brit sorozat. Ez egy komédia vagy szatíra, nehéz megmondani pontosan a műfaját. A címe Yes Minister, illetve Yes Prime Minister, ami tulajdonképpen a Thatcher kormány idején játszódik. A szereplők nem beazonosíthatók, de tulajdonképpen azt az időszakot dolgozza föl, és mutatja be egy miniszter, egy fiktív miniszter mindennapjain keresztül, illetve az ő, hát ott nem kabinet főnök a hangsúlyos szereplő, hanem a közigazgatási államtitkár, Mr. Humphrey, de tulajdonképpen Mr. Humphrey nagyon hasonló szerepet játszik, mint egy kabinet főnök, és hát általában a helyzet komikum abból fakad, hogy ez a közigazgatási államtitkár hihetetlen módon manipulálja a vezető politikust, a választott politikust, és hát voltak éppen mindig az lesz, amit ő, illetve hát a közigazgatás érdekei diktálnak, és nem az, amit mindig az epizód elején a politikus szeretne. Na most, hogyha, és ez szerintem elég élethűen, persze ez egy komédia, de azért eléggé élethűen és eléggé valósághűen ábrázolja azt a viszonyrendszert, ami egy kabinetfőnök, illetve egy politikus között lehet. Mennyire jellemző az, hogy akár egy kabinetfőnök határozza meg az adott politikusnak mondjuk az imidzsét? Tehát, hogy milyen szintben tűnjön ő fel a nép előtt, az emberek előtt, illetve kell-e ehhez bizalmas viszonyt folytatni egy politikussal? Tehát úgy értem, hogy nyilván ez egy bizalmi kapcsolat, ha ekkora teret adnak egy embernek. Én nem nagyon ismerek olyat, ahol ez ne bizalmi kapcsolat lenne, tehát a vezető és a kabinet főnökének a kapcsolata, tehát ez általában mindig bizalmi kapcsolat, nagyon furcsa, ha nem. Én nem is nem hirtelen kutatok az emlékeimben, hogy volt-e olyan, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez mindig az adott vezetőnek a személy, tehát a legprivátabb döntése, hogy kit nevez ki kabinetfőnöknek, és valóban egy kabinetfőnöknek nem feltétlenül, de gyakran van ráhatása arra, hogy hogyan alakul egy politikusnak az imidzse. Itt azért visszautalnék arra, amit az elején mondtam, tehát hogy a kabinetfőnöki munka az nagyjából az, amit egy kabinetfőnök eltervez és abból megvalósít. Tehát vannak kabinetfőnökök, akik feladatuknak tartják, és van affinitásuk is, hogy formálják az adott politikusnak az imázsát. De azért tudok olyan kabinet, vagy tudnék olyan, nem fogok, de tudnék olyan kabinetfőnököt is mondani, aki ezt nem tekinti feladatának, vagy nincs igazából hozzáérzéke, és ezzel nem foglalkozik, hanem ez más szervezeti egységnek, vagy más személynek a feladata, hogy kifejezetten az adott politikusnak az imázsát gondozza. Most már azért lassan bele fogunk csúszni a kampányidőszakba, közeledik 2022-es választások. A most a hivatalban lévő kabinetfőnököknek akkor ezek szerint elég nagy felelősségük van abban, hogy ebben a következő körülbelül másfél évben milyen ügyek közelébe engedik az adott politikusokat. Illetve kérdezném azt, hogy ha például egy vesztes választás esetén, akkor ez a kabinetfőnöknek is egy bukás, egy sikertelenség. A kabinetfőnök osztozik a vezetőjének a sorsában. Olyan még nem fordult elő, hogy egy kabinetfőnök túlélte volna az adott politikusnak a bukását.
olyan már volt, hogy a sikerben nem osztozott, de a bukásban mindenképpen osztozik, tehát valóban a kabinetfőnök rendkívül módon érdekelt a sikerben. Ugyanakkor a kabinetfőnök mindig is hát inkább egyfajta tanácsadói szerepben mozog, hiszen valódi döntéseket nem tud meghozni. Akár ellenzéki politikus, akár kormánypolitikus mellett működik, közhatalmi döntéseket nem gyakorol. Magyarán tudja az ügyeket befolyásolni, tudja, most a szó nem rossz értelmű, mondom, manipulálni az ügyeket, de döntéseket végső soron nem tud hozni. Magyarán ez mindig a választott vezetőnek a dolga. Ilyen szempontból a kabinet főnök tulajdonképpen kiszolgáltatott, mert egy bizonyos ponton túl azért még sincs ráhatása az ügyekre. De az is fontos egyébként elmondani, hogy azért ritka az, amikor egy politikus teljesen kiszolgáltatja magát egyetlen személynek, nevezzük az kabinet főnöknek, közigazgatási államtitkárnak, vagy bármilyen ilyen háttérembernek. Azért legtöbbször a politikusok arra törekednek, hogy több helyről szerezzenek be információt, és hogy a hozzájuk való eljutás is több csatornását tegyék. Pontosan azért, hogy ne függjenek egyetlen embertől, ne legyenek nekik teljes mértékben kiszolgáltatva. Tehát általában aki okos és tehetséges politikus, az próbálja hát diverzifikálni ezt a szerepkört. Sőt, olyanra is tudunk példát, aki nem is nevez meg kabinetfőnököt, nem tart kabinetfőnököt, hanem ezt a szerepkört szétosztja különféle a környezetében lévő emberek között, és így szervezi meg a munkáját. Ahogy említette is, ugye a kabinetfőnöknek a munkája igen szerteágazó, de mégis mik azok a főbb tulajdonságok, amivel egy jó kabinetfőnöknek rendelkeznie kell? Hát, ahogy már utaltam rá, azt gondolom, hogy a rugalmasság az mindenképpen, a gyors helyzetelemző képesség, jó kommunikációs képesség, ezek mindenképpen a kabinetfőnök erényei, vagy kulcs erényei. Nem 8 órától délután 4-ig tart a munkaidő, tehát ilyen szempontból is rugalmasnak kell lenni. Lényegében az egész életét, a teljes idejét erre kell áldoznia annak, aki kabinetfőnöknek szegődik. Ez mindenképpen egy elvárható dolog, nem mindenki képes erre, tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy élesen szét kell választani a pihenőidőt, meg a munkaidőt. Egy kabinetfőnök ezt viszont nem teheti meg, tehát hogy tetszik, éjjel-nappal még szinte álmában is dolgozik. Ugye a Wikipédián, ahogy rákerestem az ön nevére, azt az életpályájában itt van, hogy a II. Orbán kormányban 2010-től 2011-ig a közigazgatási és igazságügyi minisztérium helyettes államtitkáraként Navracsis Tibor miniszteri kabinetfőnöke volt, tehát személyes tapasztalata is van erről a pozícióról. Ön ezt hogy élte meg ezt az időszakot? Mennyire volt önnek testhez álló ez a munka, illetve mik voltak a tapasztalatai? Hát ez egy érdekes időszak volt, hiszen ha visszagondolunk, 2010-ben egy nagyon rossz állapotú, leromlott állapotú országot vett át a II. Orbán kormány. Az államkassa szinte üres volt, emlékezhetünk arra, hogy Kósa Lajosnak akkor volt is egy olyan vitatott mondat, amivel arra utalt, hogy hát tulajdonképpen csak egy paraszthajszál választott akkor el minket attól, hogy Görögország sorsára jussunk, amely gyakorlatilag államcsődbe került. És tényleg azzal kellett szembesülni, és a lelakott nagyon-nagyon-nagyon morálisan és anyagilag is lerongyolódott államigazgatást és államszervezetet kellett átvenni. És gyakorlatilag újraépíteni. Ez sok kreativitás és rengeteg időt és konfliktust igényelt, de óriási nyomás alatt dolgoztunk, hiszen mondjuk úgy, hogy a nemzetközi környezet nem volt éppenséggel támogató, nagyon sokan számítottak arra, vagy reménykedtek talán abban, hogy a mutatvány nem sikerül, és Magyarország végül anyagilag bedől, és görög sorsra jut, annak érdekében, és nyilván azért reménykedtek ebben, mert valakik számára, főleg a hitelezők számára ez egy
kedvező helyzetet teremtett volna, hogy Magyarországra olyan feltételeket kényszerítsenek, amely számunkra jó, számunkra rossz lett volna. Tehát nagy nyomás alatt dolgoztunk, és egy csomó rendszer átalakító döntést kellett hozni, ami sok konfliktussal járt, nagyon-nagyon sok emberi, szervezeti konfliktussal, viszont egy nagyon szép időszak volt abban az értelemben, hogy óriási volt a, mondjuk úgy, hogy a mozgástér, mert azt azért mindenki fölfogta, hogy most nagy döntéseket kell meghozni annak érdekében, hogy kikerüljünk a blacsávából, amiben benne vagyunk. Úgyhogy ritkán van ilyen, tehát talán a rendszerváltás 89-90 és az utána következő 1-2 év volt ilyen, ehhez hasonló, amikor hasonló nagy rendszer átalakító döntések vannak. Ugye ez persze nehéz is, de mindenki számára óriási lehetőség, hogy belakja azt a hatalmas cselekvési teret, és elkezdjen, és lehet alkotni. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt ebből a szempontból, más szempontból meg nyilván nehéz és küzdelmekkel teli. Mit gondol egyébként, hogyha lenne lehetőség most a következő, talán nem tudom, egy békésebb időszakban vállalna hasonló szerepet, vagy azért ez egy olyan stresszes munkakör, amiből egy embernek bőven elég pár év az életpályájába? Én nagyon sokat tanultam abban az alatt a 2 év alatt, amíg kabinetfőnök voltam. Azt gondolom, hogy pont a helyzet kitettségéből fakadóan szinte mindent megtapasztaltunk és láttunk, amit politika és közigazgatás tud mutatni. Mert éles helyzetben, kiélezett helyzetben mutatkozik meg egy csomó minden, ami békeidőszakban nem. Azt is mondhatnám, hogy picit talán most is hasonló a helyzet, vagy legalábbis tavasszal, amikor a járvány miatt az egész ország kényszerűen le kellett, hogy álljon, sőt az egész világ leállt, és egy olyan működésmódra kellett átállni, ami teljesen szokatlan volt. Rendkívüli szabályokat kellett alkalmazni, eleve egy rendkívüli jogrend volt, tehát egy picit emlékeztetett a helyzet arra, ami 2010-11-12 környékén volt jellemző az országban, most megint, mintha békésebb lenne egy kicsit a helyzet, és most már azért látjuk nagyjából az alagút végén a fényt. Én őszintén szólva nem tervezek sem kabinetfőnöknek lenni, sem más egyéb politikai pozíciót most, meg vannak a feladataim, amelyeket fontosnak tartok, és amelyekkel szívesen foglalkozom. De hát erre szokták mondani, hogyha visszautasítatlan ajánlat érkezik, akkor az ember nyilván mindent átgondol. Említette, hogy akkoriban egy nagy rendszer átalakítás is volt most. Hát közel már 10 év táblatával mit gondol, hogy sikerült azt, amit kellett megreformálni? Vagy vannak még olyan lyukak vagy rések a pajzson, úgymond, amin még van munka? Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladat az ország szuverenitásának a visszaszerzése volt. Mert akkoriban azt láttuk és azt éreztük, hogyha a dolgok úgy maradnak, ahogy 2010 tavaszán állnak, akkor ez egy kiszolgáltatott, külföldi hitelezőinek kiszolgáltatott ország lesz, amelyik képtelen lesz saját tengelye körül forogni, nem lesz képes itt tartani a megtervelt jövedelmeket, és a forrásainkat folyamatosan el fogják szívni. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, és pont ez a mostani járvány bizonyítja, meg a járvány következtében előállt világgazdasági visszaesés, hogy a feladat az el lett végezve, tehát ma Magyarország erős és szilárd, annak ellenére, hogy 3 hónapra le kellett állítani a teljes gazdaságot, Magyarország nem kellett elfutni az IMF-hez hitelt kérni. Tehát látszik, hogy egy jó állapotban van az ország, nem tépázta meg ez a járvány, és ez ennek köszönhető, hogy sikerült pénzügyeket, költségvetést, államadóságot, nagyon sok mindent sikerült rendbe rakni, és egy sokkal nagyobb gazdasági mozgástérrel rendelkezünk. Persze egy csomó minden van, ami még lehetne javítani, tehát ezt szerintem én nem tudom, hogy van-e olyan, aki a magánéletében vagy a közéletben tud olyat mondani, ami ne lehetne javítani, minden el lehet. Én, hogyha a területet kéne mondanom, akkor én azt gondolom, hogy ahol a legnagyobb szükség van arra, hogy az országot erősítsük, az önbizalma és az identitása. Én azzal találkozom
hétről hétre, hogy a magyar emberek, vagy legalábbis a magyar embereknek egy része alulbecsüli Magyarországnak a teljesítőképességét, alulbecsüli Magyarországnak a nemzetközi térben elfoglalt szerepét és a helyét, tehát sokkal kisebbnek és gyengébbnek látja Magyarországot, azt is mondanám, hogy rosszabb helynek látja Magyarországot, mint amilyen a valóságban. De munkám folytán eléggé sokat utaztam a járvány előtt külföldre, és tényleg bátran mondhatom, hogy ha nem is vagyunk egy gazdag ország, de sok tekintetben a dolgok jobban mennek, mint néhány gazdag nyugati országban. És erről azt gondolom, hogy magyaroknak néha nagyon eltérő elképzelései vannak, úgy gondolják, hogy hát nyugaton kolbászból van a kerítés, amiről azt gondolom, hogy sokszor egyébként egy-két banális, ennek néha banális oka van. Tehát én találkoztam nyugat-európai ország egészségügyi rendszereivel, és azt kell mondjam, hogy az állami egészségügyi rendszer ott sem tökéletes, finoman szólva. Borzasztó hosszú várólisták vannak, borzasztóan nehéz orvoshoz kerülni, legtöbbször csak mondjuk egy asszisztensig, esetleg az adott ország nyelvét nem is jól beszélő asszisztensig jut az ember. Tehát olyan dolgok és olyan jelenségek vannak, amik Magyarországon mondjuk megdöbbenést keltenének, ott pedig hát elfogadják az emberek. És erről itthon nem tudnak, én azt gondolom, hogy erről sokan nem tudnak, mert még mindig sokaknak az él a képzeletében, amit a Fekete Erdő Klinika című sorozatban láttak, ami ugye egy nyugatnémet, 80-as évekbeli nyugatnémet magánkórháznak a mindennapjait mutatja be, és hát azért az idilli kép alakult ki, hogy tulajdonképpen hát ilyen boldog az élet, és ilyen jól működik a nyugati világ, ami valószínűleg már akkor sem volt igaz, azóta pedig határozottan nem igaz. De hát mert szerintem ezek a kicsit ilyen félreértelmezett dolgok még mindig meghatározzák a magyar közgondolkodást. És ezt még hosszan tudnám, tehát az oktatásról, tömegközlekedésről és más dolgok kapcsán el lehetne mondani, vagy akár a közigazgatás kapcsán, tehát Magyarország közigazgatási rendszer, és ezt talán kevesen hiszik el, de főleg a 2010-11-es reformoknak köszönhetően nagyon jól működik. Nemzetközi viszonylatban is nagyon-nagyon kiválóan működik. Nyilván, aki mondjuk 15 percet áll sorba, az úgy gondolja, hogy mármint egy kormányablaknál, az nyilván úgy gondolja, hogy ez a világ legnagyobb tragédiája, és csak itt pocsékolja az idejét, de el tudom mondani, hogy máshol még többet kell sajnos várni, és még bonyolultabb és abszurdabb az ügyintézés. Tehát, és azt is elmondhatjuk, hogy nagyon mondani, jól hogy tudod alkalmazkodni, igen, a vírus helyzethez a közigazgatás. Tehát nagyon sok ügyet el lehet intézni online. Nagyon gyorsan, egyébként már előtte is, és Magyarország kifejezetten jól áll a nemzetközi ranglistán az online ügyintézések területén, és igen, gyorsan reagált az oktatás is, a magyar oktatási rendszer, hozzáteszem a magyar egészségügyi rendszer, és ezzel lehet, hogy nem leszek népszerű, amit mondok, hiszen ki az, aki elégedett a magyar egészségügyel? Senki. Hozzáteszem, az olaszok se elégedettek, az angolok se, és a németek se elégedettek a saját egészségügyi rendszerükkel, és mindenki azt gondolja, hogy neki van a legcsapnivalóbb. Tehát itt azért a járvány során azért lehetett látni, hogy például milyen helyzet alakult ki Olaszországban. Azért ne felejtsük el, ott tényleg folyosókon feküdtek haldokló emberek, és nem tudtak róluk gondoskodni. Magyarországon ilyen helyzet nem alakult ki, mert nagyon gyorsan reagált az ország a járványhelyzetre, és ezeket sikerült elkerülni. Tehát amikor szapuljuk a saját országunkat, annak a közigazgatását, egészségügyét, akkor azért én mindig azt szoktam mondani, hogy ne ízéljünk el hamarkodottan. És amíg nem próbáltuk ki más országnak a hasonló rendszerét, addig visszafogottabban és mértéktartóban nyilatkozzunk arról, amivel mi rendelkezünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy működő, és most már jól működő, nemzetközi viszonylatban is jól működő ország, és azt mondom, akkor látszik a legjobban, amikor mondjuk valaki külföldre megy, ott megpróbál üzletelni, vagy megpróbál egy kicsit ott élni, és akkor tapasztalni fogja, hogy bizony máshol sem zökkenőmentes az élet, sőt, bizonyos dolgok kifejezetten ügyetlenebbül, rosszabbul és hanyagabbul vannak megszervezve, vagy, és ez a legdurvább, vagy nem is gondolnak arra,
hogy meg kéne szervezni bizonyos közszolgáltatásokat. Mondjuk tömegközlekedés például. Tehát Magyarországon van tömegközlekedés, amivel lehet iskolába járni, munkahelyre, de nem minden ország gondolja úgy, hogy ez feltétlenül kötelessége megszervezni. Sok helyen úgy van, hogy eljutsz a dolgodra, vagy a dolgodhoz, ahogy akarsz, ebben az állam, vagy az önkormányzat igazából nem segít. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Lánci Tamás politológus, politikai tanácsadó. Azt gondolom, hogy sikerült kicsit közelebb kerülnünk a kabinetfőnöknek a fogalmának a megértéséhez, és hát a kitérőt is köszönöm, ugyanis ez is egy nagyon fontos téma, az identitás, illetve a saját országunknak, Magyarországnak az elhelyezése, akár Európán belül is egy nagyon fontos téma. Úgyhogy köszönöm szépen, és jó egészséget kívánunk önnek. Én köszönöm, viszont hallásra. Középpont. Más megvilágításba helyezzük a világ eseményeit. És köszöntöm itt a vonalban professzor dr. Marinovics Endrét, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár általános és tudományos főigazgató helyettesét, a kutatócsoport vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye a kabinetfőnököknek a munkaköréről beszéltünk az előző beszélgetésben, és hát itt a bemutatásából nem derült ki, de ön volt az Antal kormány, illetve a Boros kormánynak a kabinetfőnöke, és emiatt is hívtuk, hogy meséljen egy picit nekünk a tapasztalatairól. Hogyan töltötte be ezt a munkakört, és milyen emlékei fűződnek ehhez az időszakhoz? Hát mindenek előtt arról kell beszélni, ugye, hogy egy kabinetfőnök munkája az általánosságban értékelő, elemző, döntés előkészítő és a főnöke megbízásából bizonyos feladatokat végrehajtó munka. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy milyen vezető mellett dolgozik ez a kabinetfőnök, mert korábban, sőt, hát ezt el lehet nyugodtan mondani, hogy a pártállami időszakban egyáltalán nem volt ismert Magyarországon legalábbis a kabinetfőnök funkciója. Általában vezetők mellett titkárság, vezetők voltak, titkárságok működtek, akik csak és kizárólag, hát egyszerűen a főnök szándékát hajtották végre. Most a rendszerváltoztatással egy időben alakultak át a közigazgatásban a dolgok, és szükségessé vált, hogy a miniszterelnök mellett legyen egy olyan munkatárs, aki megpróbálja koordinálni, értékelni, szűrni a feladatokat, természetesen mindezekről tájékoztatni a főnökét, és az együttesen megbeszélt megoldást pedig elkezdeni, lehetőség szerint jól megoldani. Hogy egy példát mondjak, ugye gyakran előfordult, hogy bizonyos ügyekben a megkeresés, ha a szóbeli volt, akkor az 3/4 órás, órás előterjesztést jelentett, amit a kabinetfőnöknek végig kell hallgatni. De hát ezt össze lehetett foglalni 5 percben a miniszterelnök számára, és a döntés pedig a következő 2 percben meg lehetett hozni, úgy, hogy a miniszterelnök minden információ birtokába jutott. Tehát ez volt mindenképpen az egyik legfontosabb szempont, hogy a miniszterelnök egyébként is szerteágazó tevékenységét azt lehetőség szerint oly módon könnyíteni, hogy a hozzáérkező információk csak a legszükségesebb tartalommal rendelkezjenek. Miért mondtam azt, hogy a rendszerváltoztatással körülbelül egy idős, mert igazság szerint a miniszterek, minisztériumok, sőt, hát maga a miniszterelnök sem volt nagyon önálló a rendszerváltoztatás előtt, a döntéseket azokat a pártközpontban hozták. Minden miniszternek volt egy főnöke, a pártközpont illetékes osztályvezetője, úgyhogy még a kormány előterjesztéseknél is gyakran előfordult, hogy megvolt már a konkrét döntés, csak a fedőlapját kellett az anyagnak kicserélni ahhoz, hogy azután a miniszterek is azt jóvá hagyják. Ezért vált hirtelen ugye a rendszerváltoztatás után szükségesi az, hogy átalakuljon az egész struktúra, hiszen minden döntés a kormánynál, a végrehajtás a miniszterelnöknél volt, és ebből következően önálló munkát kellett végezni, nem pedig egyszerűen valamilyen áttétellel végrehajtani azt, amiket, amit egy másik intézmény kívánt.
Mennyire volt ez úttörő munka a rendszerváltás után, ugyanis mégiscsak egy demokratikus rendszert kellett felépíteni, és az intézményeket is demokratizálni kellett? Hát az intézmények teljesen átalakultak, főként a kormányzati intézmények. Én legalábbis erről tudnék most részletesebben beszélni. Önmagában, hogy elvált egymástól a politikai szint és a közigazgatási szint. Ez a legnagyobb. Ugye a politikai szint az értelemszerűen a kormány politikai arculatához kötődik, a közigazgatási szint pedig ellátja azokat a feladatokat, amelyek egy hivatal, egy minisztérium működtetéséhez függetlenül a politikai intenciótól szükségesek. Ezért hozták létre, hogy a közigazgatási államtitkárok és a politikai vagy parlamenti államtitkárok tisztségét. A közigazgatási államtitkár volt a hivatalnak a vezetője, és a politikai államtitkárok pedig képviselték a politikai irányvonalat. Most hát a munka az rendkívül sok rétű volt, gondolom a kérdés erre is vonatkozott. A programok előkészítésétől kezdődően, ami lehetett belföldi program, lehetett külföldi program. Önmagában annak a kiválasztása, hogy milyen meghívásoknak tud eleget tenni a kormányfő, akár belföldön, akár külföldön, és ha e tekintetben megszületett a döntés, akkor pedig hát annak az egésznek értelem szerint nem egyedül, hanem a megfelelő munkatársak bevonásával az előkészítése, megszervezése vagy lebonyolítása. Mondjak egy példát? Nagyon megköszönnénk, így van. Hát például az egyik legérdekesebb dolog az az orosz elnöknek az 1992-es novemberi látogatása volt Budapesten. Ezt hosszan várták, ezt a találkozót már. Az előkészítés is nem csak hónapok, hanem évek útra jóformán tartott. És akkor kiderült valamikor október közepe táján, hogy Jelcin orosz elnök Magyarországra tud jönni, de csak ekkor, és meghatározták novembernek egy napját. Nagyon fontos volt a szovjet csapat kivonásokkal kapcsolatos elszámolások, meg egyéb függő kérdések rendezése miatt, de ugyanakkor már hónapokkal ezelőtt erre az időpontra bejelentkezett a holland miniszterelnök is, és hát nagyon nehéz lett volna ebben az esetben a hollandoknak azt mondani, hogy hát most halasszuk el ezt a látogatást, mert az orosz elnök jövetele az Magyarország számára fontosabb. Nem is tettük ezt meg, annak ellenére, hogy a holland diplomáciai képviselet nyilván az otthoni intenciók alapján felvetette ezt a lehetőséget, mondván, hogy megértik itt a két ország súlya közötti különbséget, és ezért tudomásul vesz. Úgyhogy kicsit később marad a holland miniszterelnök budapesti látogatása. Ezzel együtt azon az állásponton voltunk, és ezt teljesen képviselte magamont a miniszterelnök is, hogy úgy kell megoldani, hogy a kettő egyidejűleg történjék, és lehetőség szerint ne üsse a két program egymást. Csak érdekességként mondom, hogy még olyan részleteket is meg kellett előre tervezni, hogy lehetőség szerint a két delegáció a parlament épületében ne találkozzék. Az egyik a Dunai folyosón közlekedett mindig, a másik a Városi folyosón közlekedett. Hogy másik kapun jöjjenek be. A déli oldalon, ott volt igen az orosz zászló kitűzve, az északi oldalon, a Margit híd felé, ott volt a holland zászló kitűzve, és ott közlekedtek a delegációk. Sőt, még a hitakon is, miután mind a ketten Budán laktak, és emiatt Buda és Pest között meg egyébként is hát közlekedni kellett. Az egyik híd a holland lobogóval, a másik az orosz lobogóval volt feldíszítve, és sikerült tényleg zökkenőmentesen ezt a két napot mindenképpen a kollégák értemben szakszerű közreműködésével úgy lebonyolítani, hogy a végén hát az orosz látogatás egyértelműen sikeres volt, a holland nagykövet pedig egy külön köszönő levelet írt, amelyben hát azt a munkát méltattam, hogy teljesen simává és zökkenőmentessé tudtuk tenni ezt a két napot.
Hadd kérdezzem még egy picit Antal Józsefhez fűződő viszonyáról. Ugye az előzőekben Lánci Tamás politológus elmondta, hogy a kabinetfőnökök általában azért bizalmas viszonyt ápolnak az adott politikussal, akik megbízták őket ezzel a pozícióval. És hát azt lehet tudni, hogy 1990 tavaszán nyert választást az Antal kormány után alakítottak kormányt. Viszont ebben az évben ki is derült a miniszterelnöknek a betegsége, és hát így vitte végig ezt a 3 évet, amikor ugyanis ugye 93. december 12-én elhunyt. Azt lehetett hallani, vagy azt olvastam, hogy az utolsó időben a családján kívül önnel, illetve pár emberrel tartotta a kapcsolatot. Ön ezt hogyan élte meg? Hát az utolsó idő, az utolsó 2 hét maximum. Mert még november végén kormánygyűlést vezetett, ugye 2003. novemberről beszélünk, és én az előbb mondta, hogy december 12-én halt meg. Hát valóban ez történt, hogy amikor már kórházba került, és úgy tűnt, hogy sajnos végzetese fordul a helyzet, akkor a helyettesével, aki Vörös Péter belügyminiszter volt, és értelem szerint az alkotmányos rendnek megfelelően helyettesítette a miniszterelnök, tartotta a kapcsolatot a családdal, és hát valakivel a hivatalból is, és hát engem ért ez a megtiszteltetés, hogy rendszeresen hívó telefonon, de személyesen is tudtam látogatást tenni a kórházi áznál. Nem volt ez könnyű időszak, sem emberileg nem volt könnyű időszak, szakmailag meg megpróbáltuk úgy helyettesíteni, ahogy csak lehetett. Én akkor 6 éves voltam, és emlékszem arra, hogy éppen vasárnap volt, és egy mese előtt ültem otthon a tévé előtt, és megszakították az adást. És ahogy keresgéltem ezzel a nappal kapcsolatban, hogy készültem erre a beszélgetésre, akkor láttam a Wikipédián, hogy ez magát ezt az eseményt, a kacsamesék megszakítását külön szócikkbe szedték a Wikipédián, és mint egy vakuélményt írják le, hogy sok gyermeknek ez az emlékjelzetében meg is maradt. És hát emlékszem, hogy akkor 6 évesen rám is kicsit ilyen megdöbbentő hatásra volt, mikor ilyen nagyon komoly hangon bejelentették a miniszterelnöknek a halálát. De akkor ezek szerint azért önök a kormány közelében ezt tudták, hogy a miniszterelnök beteg. Hát a napokat természetesen ugye, a latin mondás szerint a halál biztos, de az óra kiszámíthatatlan. Tehát nem lehetett ezt előre pontosan tudni, de nagyjából az, hogy mikor fog bekövetkezni, azt igen, és hát előre megpróbáltunk megfelelő módon felkészülni, és megítélésem szerint ez annak ellenére, hogy egy óriási csapás volt a körülményekhez képest, a miniszterelnököt megillető tisztelettel és megfelelő módon történt. Mit tart egyébként a legnagyobb sikerének ebből az időszakból, mint kabinet főnök, ha lehet ilyet kérdezni, és van-e esetleg olyan, amit másképp csinálna már a mostani tudásával, tapasztalatával? Hát sok kisebb apró dologról lehet beszélni, amikor valóban egy nehezen végzett feladat után volt egy-két elismerő szó. Hát talán arra gondolok ebben az ügyben, az is egy külföldi úthoz kapcsolódik. 1992 nyarán Helsinkiben volt az úgynevezett EBE-i értekezlet, ez az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. 52 állam, kormány, illetőleg államfője volt jelen, mindig hát az alkotmányos berendezkedéstől függően, vagy a miniszterelnök, vagy a köztársaság elnöke. És hát ezek egyike volt a magyar miniszterelnök, rendkívül sikeres tárgyalássorozatot bonyolított le. Közismerten jó kapcsolata volt ugye Kohl a német kancellárral, az egyik estét kettesben töltötte annak ellenére, hogy a protokoll egészen mást kívánt, és hát akkor túl volt már olyan emberekkel való megbeszélésen, mint Major angol miniszterelnök, mint Bush akkori amerikai elnök, és ha jól emlékszem, éjfél után végződött ez a beszélgetés, fölhívott telefonon, és akkor nagyon megköszönte az előkészítő munkát. Hát ez volt egy sikerélmény például.
És olyan van, amit másképpen csinálna, vagy azért a fontosabb dolgok jól sikerült? Bocsánat, hogy még egyszer egy kicsit hallottam, igen. Olyan volt, amit esetleg másképpen csinálna ma már? Biztosan, egészen biztosan. Hát az ilyen munkához éppen úgy hozzátartoznak a kevésbé sikeres, nem akarom mondani, hogy kudarcos akciók, mint a sikeresebbek. Olyanok ugye, amikor hát nem csak az apparátus hibájából, hanem rossz információk birtokában cselekedtünk és készítettünk elő valamit, amit nem lett volna szabad így megtennünk, de hát ez a munka velejárója. Úgy érzem, hogy olyan súlyos hiba, ami hát akadályozta volna a munkát, a mi részünkről nem történt, hát inkább a bírálók voltak azok, akik megpróbáltak bizonyos kisebb ügyeket felnagyítani. Nagyon köszönöm a megtisztelő beszélgetést, és nagyon jó egészséget. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, viszont hallásra, minden jót.